Sziasztok! Üdvözöllek benneteket! Én Hunleder vagyok, és Don't Starve! Igen, Don't Starve, nagyon sokan kedveltétek azokat a részeket, amelyek eddig voltak. Az előző résznek gyorsan ki is rakom fölülre a linkjét, hogy itt tudjátok megnézni az előző Don't Starve-ot. És akkoriban, amikor erről csináltam ezt a kettő, hogyha jól emlékszem, akkor kettő tesztelgetős videót csináltam ebből a játékból, akkor írtátok, hogy fú, ez nagyon király, és ebből lehetne még, akkor viszont futott egy pár sorozat még a csatornán, nem volt kapacitás arra, hogy még egy újat indít, csak most viszont minden sorozat véget ért. És itt van ez. Úgyhogy három játék közül lehet választani, amiből videós sorozatot szeretnétek, egy hardcore sorozatot, a Don't Starve, a Salt, vagy pedig a Metal Gear. Zárójelben megjegyzem, mindenféle befolyásolás nélkül, hogy én is leadok plusz egy szavazatot, én a Metal Gear-ra szavazok, mert én legszívesebben azzal játszanék. De most akkor Don't Starve-ozni fogunk, fókuszáljunk ide. Amennyiben erről a játékról szeretnétek videót látni, vagy ha sorozatot látni, akkor azt írjátok meg alulra a kommentek közé. És várjatok, előveszek egy naptárat, és az már nem sz, hanem október másodikáig lehet leadni a szavazataitokat, akkor én majd éjfélkor fogok végezni egy összesítést, és majd az alapján eldöntjük, hogy akkor miből fog sorozat indulni. Folytassuk, continue, így van, folytatjuk azt a mentésünket, amelyiket abba hagytuk még annó réges-régen, nem is tudom, talán egy hónapja lehetett ebből videó, hogyha jól emlékszem valahogy nagyjából így, és hát igazából nem is nagyon emlékszek már arra, hogy hol tartottam. Van egy ilyen tüzes cuccunk, az teljesen világos, van egy fákjánk, van kivágott füvünk, van sárgarépánk, kovakövünk, fánk, meg csapdánk, amivel vackokat, nyulakat tudunk elkapni, meg van egy baltánk is. Jó, nézzük meg, hogy miket tudunk készíteni, valami nem baltánk, hanem pikaxunk, ami csákány. Jó, nézzük meg, hogy miket tudunk készíteni. Oké, van egy nyúl, ilyen science-es cuccot is csinálhatnánk, ilyen science machine, mert az ugye menő lenne, akkor az a agyunkat tornázná feljebb, de egy kicsit éhesek is vagyunk, úgy látom. Süssünk már meg egy pár sárga répát, mondjuk kettőt, nézzük csak, hogy van 88, megeszek egyet, akkor 100, meg megeszek még egyet, akkor most már 112 életem van. Oké. Jó, ja igen, erre felé jártunk, itt ilyen csúnya dolgok történtek ebben a tönkrement helyen, úgyhogy ezt én itt annyira nem szeretném megvizsgálni. Ugye, hogyha építeni akarnánk ilyen gépet, ilyen science machine, akkor ahhoz kellene arany, valamint kellenének kövek is. Jó, ez így teljesen világos, akkor kérdés az, hogy honnan tudnánk köveket összeszedni. Én itt közben összeszedek cut reeds, ready for crafting and hobbying. Ez nád lesz elvileg, ez a reed, aha, és akkor ott van egy ilyen sok karú vacak. Jó lenne egyébként erről a helyről elmenni, mert igazából itt bármerre nézek. Aha, igen, itt hiába megyek északra, hiába megyek délre, ugye ezt az utat jártuk már be, mindenhol ilyen fekete, korruptálódott, romlott, rossz föld van, amit én azért annyira nem szeretek, úgyhogy menjünk már tovább, mert szerintem valamerre errefelé csak lennie kellene már valami aranynak, vagy kőnek. Fú, mi ez itt? Lerobbant ház. Azt mondja, hogy ki lakhatna itt ebben a házban, hát jó. Azokhoz a szörnyekhez meg nem szeretnék oda menni, mert nem akarok velük harcolni. Itt van a fagyasztós pálcikám, már ott volt a kezem, hogy abban a pillanatban, amennyiben veszélyesen alacsonyra csökkenne a kettőnk közötti távolság, akkor tudjak ellenük harcolni. Jó, egy sima tábortüzet már le tudnék rakni, az teljesen jó, én viszont ugye ott hátrébb elhagytam a tűz lerakó helyemet, azt a köves tűzre rakó helyet, amit hát most már egy kicsit sajnálok, lehet, hogy vissza kellene oda menni, habár ugye most van még elég fám ahhoz, hogy el tudjak készíteni egy ilyen ideiglenes tűzlerakót. Ugye az kérdés az, hogy bár mondjuk van még 3 darab füvem, az talán elég arra, hogy az ott féregjük, arra emlékszek a kommentek között, hogy írtátok, hogy oda nem lenne jó beugrani, meg abba sem megyünk bele. Szóval igen, itt megtettünk teljesen egy kört, esetleg erre tudnánk még elmenni, mert arra, bár mondjuk arra fele meg az előbb, mint hogyha vizet láttam volna, ami
ami szintén rossz. Jaj, ne mondjátok már, hogy most lényegében teljes egészében vissza kell, hogy forduljak, mert igen, itt határozottan víz van végig. Aha, mindenhol. Jó, akkor viszont, mivel most már közeledik lassan-lassan az éjszaka, vagy megpróbáljunk egy ilyet megtámadni. Fölveszük ezt a pálcikát. Atak. Ne, atak. Jó, nem úgy látom, hogy nem jó ötlet megtámadni, mert annyira nem akar meghalni abból a házból, meg folyamatosan jönnek kifelé a szörnyek, úgyhogy jó. Gyorsan, akkor most minél gyorsabban az lenne a feladatunk, hogy visszataláljunk ahhoz a tábortűzhöz, amit itt elhagytunk, mielőtt teljes egészében beköszöntene az éjszaka. Én itt közben nézem, hogy minden fényerő rajta van a monitoron, de én is alig látok valamit. Itt kétségbe esetten keresgélek, hogy valahol errefelé hagytam el, arra emlékszek, valamilyen erdős részem. Á, itt van, jó. Oké, na, oda megyünk, és azt mondja, hogy legalább újra meg tudom gyújtani, az világos, de aha, jó, itt tudom újra meggyújtani. Egyelőre viszont még nem akarom, mert hogyha megnézitek, akkor még nem köszöntött be teljes egészében az éjszaka, és itt viszont látom, hogy elhagytam egy pár füvet, amit inkább azokat szeretném összeszedni. Valamint akkor így akár az éjszakára, nem tudom, hogy éjszaka mennyire aktívak a madarak, de éjszakára akár még állíthatnánk egy csapdát is a madaraknak, ami ugye azt jelenti, hogy a csapdát azt lerakjuk valahova, mondjuk oda, így, és akkor a magot pedig oda rakjuk csapdának, így, és akkor remélhetőleg majd... Aha, nézzétek! De hé, madár, te miért nem esel bele a csapdába? Csapda! Ah, a kutya meg a mája, hát... Csapda, alá, az, és akkor miért nem megy bele? Ez egy érdekes kérdés, hát az előbb, vagy lehet, hogy a madárnak valamilyen hurok kellene inkább, és nem, közben pedig ezt meggyújtjuk egy kicsit, tehát lehet, hogy a madárnak akkor inkább valamilyen hurok kellene, és nem pedig így konkrétan, jaj, meg a mellényt azt le kell venni, azt mondtátok. Tehát lehet, hogy a madárnak ilyen hurokra van szüksége, és nem konkrétan ilyen nyúl csapdaszerűségre. Jó, oké, na. Akkor van még egy pár füvem így éjszakára, és most már lassan-lassan neki kellene állni, úgy konkrétabban kaját keresni, tehát tényleg erről a helyről szerintem legalábbis el kellene menni valamilyen élhetőbb helyre majd, mert ez így egyáltalán nem jó lényegében. Lényegében egy gombám van, meg egy magomja, meg mondjuk van még egy pár. Ja, de magkal is csak fűteni tudok. Hát az azt jelenti viszont, hogy akkor így konkrétan nincsen kajám. Szóval ez így egy kicsit kétségbeejtő. 84 húsom van, vagyis hát idézőjelben, ilyen Minecraftos kifejezéssel élve 84 húsom van. Jó, hát összetudok. Nincsen baltám sem. Uh-huh. Hát eléggé rossz állapotban sikerült ezt a mentést itt hagynom, úgy látszik. Nézzük, csak egy baltát tudok-e készíteni. Aha, tudok készíteni egy baltát. Jó, akkor készítek egy baltát, és ezt föl is veszem, aztán elkezdek már fát vágni, hogy legalább így az éjszaka folyamán valami hasznos dologgal töltsem el az időt. Jó. Mert tehát végül is erre mondjuk tök jó az éjszaka, tényleg látótávolság az lényegében nulla, de hát fát vágni az úgy viszont lényegében bármi elég, így van, és itt is van a reggel, ezt a fát még gyorsan lezúzzuk, mert nyilván fára azért mindig szükség van, és úgy látszik, hogy a madarak viszont nem nagyon jöttek a csapdámra. Jó, akkor szerintem menjünk vissza erre a füves részre, kíváncsi vagyok, hogy a tábortűz az egyébként megmarad-e a térképen? Aha, megmarad a térképen, az viszont nagyon jó. Jó, akkor ide majd vissza fogunk találni, ott pedig valamilyen ördögi virág. Az ördögi virágot azt egyelőre nem szeretnénk felszedni, hanem én most tényleg erre az agyas gépre szeretnék ráhajtani. Ú, és bogyókabogyó, azokat mindenféleképpen. Ó, hát igen, ez itt már azért egy lényegesen élhetőbb környezet. Itt van egy nyúl is. Na, próbáljuk meg elkapni a nyulat. Ugye egyszer már sikerült nyulat elkapnunk, tehát valahogy okosan bele kellene hajtani
Hát ez remekül sikerült. Mondani akartam, hogy a nyulat valahogy okosan bele kellene hajtani a csapdába, de ennek ellenére sikerült nagyon okosan belehajtanom a nyúl lukba. Jó. Akkor próbáljuk meg a csapdát ide rakni pont a lukra rá. De ez így nem a lukra van rárakva, hanem a luk mögé van rárakva. Így van most a luk elé rakva. Oké, körbe kerüljük, és ahogy a nyúl elkezd ruhanni, fuss a luk felé, fuss a luk felé, fuss a... Hát ez nem az én napom. Ez most komolyan, ez komolyan nem az én napom. Azt hittem, hogy miért nem? Az is egy ilyen féreg lukszerűség. Jó, ott pedig ilyen lelegelt füvek, tehát itt valószínűleg én már jártam errefelé. Jó, méhecskékkel nem akarunk egyáltalán packázni, és ú, nézzétek meg, hogy mi lett a gyomromból. Oké, méhkaptár, az világos, ott is egy méhkaptár a túloldalon. Kaja, please, kaját szeretnék enni. Itt nagyon-nagyon sok méh van. Mire jó a virág? Jobbkattal nem ad nekünk semmilyen információt róla, szóval valamire biztos jó, csak én nem tudom most, hogy mire. Aha, errefelé meg úgy látszik, hogy itt nem ilyen erdős rész van, hanem errefelé pedig folyamatosan méhek. Jó, 55 húsom van, viszont most már van egy csomó bogyóm, meg magom, meg gombám, meg ilyesmi dolgok. Ezekkel azért még kibírom egy darabig. Fú, itt becsapott a villám. Mondtátok ezekre a puffy kabátokra, hogy ezt ne vegyem fel, hanem inkább tartogassam egy kicsit azokra az időkre, amikor majd beköszönt a tél, aztán majd hideg lesz, meg ilyesmi. Itt pedig csontvázak, nézzük, ezekből tudunk-e valamit kiszedni, nem tudunk belőlük semmit sem kiszedni. Na, szóval mondtátok, hogy ne használjam, hanem majd azt inkább tegyem el, aztán majd inkább később, akkor biztosan jó lesz. Hú, ringting. Mi ez a ringting? Jó, na, mint kellene, jó, a köveket azokat lerakom, mert itt, hogyha valami történik, akkor én itt gyorsan el tudok innen szaladni, jó, már itt sem vagyok. Mi ez a gyűrű? Egy gyűrű, amelyik dimenzionális energiákat tud összegyűjteni. Jó, oké, hát ez ilyen speckó cucc, meg ilyen körben volt benne, hát ez itt így biztos, hogy valami jó dolog lehet. És egy gyanús homokkupac, állatnyom. Nyomok hátrahagyva állat, kaja által, mármint állatok által. Jó. Vagy azt is meg, de nem, tudja, hogy sikerült már elkapnom valahogy úgy nyulat, hogy csak szimplán belezavartam egy csapdába. Nyúl, hé, nyúl, lefelé, azaz. Na, így van. Oké, jó. Ez most is sikerült. Jó, akkor a nyúlból kellene megöljük a nyulat. Jó, és akkor lett belőle nyúlhús. Jó, akkor megpróbáljuk a következő nyulat is. Opp, az ott mi? Ja, az csak egy madár. Jó, megpróbáljuk a következő... Az ott nem sikerült. Meg kellene próbálni a következő... Még egy nyulat bele hajtani egy... ilyen csapdába. Oké, például azt. Igen, így egyébként sokkal jobb vadászni, hogy így konkrétan belehajtom a csapdába. Csapdába, ne! Atak, támad már meg! Hé, gyerünk, üsd meg! Tehát már ott vagyok, miért nem csapod le, hogy baltával nem lehet lecsapni? Ah, baltával nem lehet lecsapni az... A nyulat, a franc egye meg pedig azt hitte, hogy meg lesz. Jó, akkor összeszedem a csapdát, és megyek tovább. Ez egyébként egy tök jó hely, mert ide nem muszáj egy ilyen nagy kőből készült tűzrakóhelyet. Ú, azt nézzétek. Ez biztos nem lehet azzal a kis csapdával elkapni. Szóval itt nem lehet egy nagy kőből készült tűzrakóhelyet lerakni, vagyis hát nem célszerű, mivel itt annyi fű van, hogy itt simán egy éjszakára el tudok lenni, és ezekből a füvekből egy sima tűzlerakó helyet tudok táplálni. Szerintetek ezek a nagy szarvas cuccok, ezek megtámadnak engem? Mert ezek ilyen növényevőnek néznek, szóval remélhetőleg nem, de nem tudom.
Jó, meg azért ide biztos, ami biztos, lerakunk egy csapdát éjszakára, és akkor ilyen magokat, meg ilyen olyan dolgokat meg összeszedegetek, és akkor most már, hogyha beköszönt az éjszaka, ugye 21 kaján van összesen, szóval, hogyha beköszönt az éjszaka, akkor meg szépen most majd tudunk ezekből táplálkozni, remélhetőleg nézzük csak. Aha, hát kell hozzá három fű, meg kettő fa ehhez a tábortűzhöz, szóval az arra bőven elég a dolgom. Szerintetek hol lehet aranyat találni? Mert én most így konkrétan, de nyilván kellene ez a tudományos gép ahhoz, hogy további felszereléseket tudjak készíteni, de egyszerűen nem találok aranyat. Fogalmam nincsen, hogy hol lehet a arany lelőhely. Jó, akkor elkészítem ezt a tábortűzet, mielőtt teljes egészében éhen halnék. És akkor megsütjük a nyulat. Oké, jó, ez most adott egy csomó mindent. Meg akarom sütni az összes bogyómat, amit összeszedtem. Mindenféleképpen. Sőt, hogyha megnézitek, akkor valamitől, mint hogyha az életem is lejjebb ment volna, amit nem tudom, hogy miért. Valamint ezt, szerintetek ezt jobbkat. Szerintetek ezt, hogyha lerakom, eznek van így valamilyen hatása? Fogalmam nincs. Viszont kaja, 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 rántott gombát is elkészítjük. Oké, jó. Hát most már fölmentünk akkor 73-ra, 118 a húsom, viszont eléggé durván megy lefelé a... Igen, nem tudom, hogy ez itt micsoda, eléggé durván megy lefelé a agyi kapacitási szintem, ami azért nyilvánvalóan egyáltalán nem jó. Ez pedig egy madártoll, ami szintén nem jó semmire. Jó, valamint galja, meg fenyőmag, fenyőtoboz. Oké, jó. Na hát, akkor most várunk egy kicsit. Remélhetőleg, mire reggel lesz, addigra teljes egészében... Ha, ott vannak már a gonosz árnyak is. Oké, inkább visszajövünk, és nem packázok a gonosz árnyakkal. Nem szeretnék fölöslegesen elhasználni egy tüzet, szóval itt tartom rajta a füvet, vagy nem szeretnék fölöslegesen füvet elhasználni, szóval a tüzen tartom a füvet. Jó, hogy szükség esetén, de úgy látszik, hogy hála az égnek nem volt rá szükség. Jó, akkor szerintem kis nomád utunkat folytathatjuk tovább, mert itt sem találtunk aranyat, mindenféleképpen, tudjátok, valamilyen aranyos helyre szeretnék már menni, ahol lenne az előbb említett színes fémből, mert nem igaz, hát valahol lennie kell. Egyébként ilyen helyen nem biztos, hogy rossz lehetne tábort ütni, tehát én, amit egyelőre ezekből a biomokból láttam, itt van ebben a trutyiban valami? I should fill my pockets, oké. Okay. Ja, igen, szóval ezek közül a helyek közül, amiket láttam, azok közül ez a zöld fajta erdő, valamint az a nyulas mező a legjobb. Itt fekszik valami srác, bla 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 bla, írta rá, ez volt ráírva a sírkőre, vagyis hát ezt olvasta el a kis karakterünk, oké, és az ötödik nap vagyunk most már. Állítólag valamikor tényleg be fog következni az éjszaka, ami hát ugye, vagy éjszaka, a tél, mindig keverem a telet az éjszakával. Mondjuk az éjszaka az lehet a télnek egy metaforája is, szóval teljesen igazam volt, csak egy kicsit irodalmian fogalmaztam. És ez mi a fene? Mandrék, mendrék. Jó, hát oké, ez szakállas lett a karakterük, ami poén, és most már megint 50 húson van összesen. Szerintetek van összefüggés a között, hogy mennyit mozgok, illetve a között, hogy... ez itt valami pók. Tehát van különbség... jaj, ne, 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 hagyjál békén. Szóval szerintetek van összefüggés a között, hogy mennyit mozgok, illetve hogy mennyire megy le durván a kajám? Mert ezt nem tudom. Nézzétek, 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 ebből szerintetek. Ebből lehet arany? Igen! Arany! Oké, nagyon jó, nagyon jó. Tök mindegy, hogy minek a helyére, a gyűrűnek a helyére berakjuk ezt. Jó. És telepedjünk le. Ez itt csak kő. Nem, flint. Jó, ilyen kovakő. Szerintetek most csak telepedjünk le itt szimplán ide, random helyre. Mondjuk ide. Végtére is ez nem tűnik olyan rossz helynek. Építsünk ide egy ilyen tudományos...
gépet, mi kell lehez? Jaj, még egy kő kell hozzá? Ó, Flint, igen, mi a francot dobjak el? Eldobom ezeket a botokat, és akkor helyére fölveszem ezt a gyűrűszerűséget, mert az jó. És lényegében most már semmit nem tudok magamnál cipelni. Kellene még egy kő, és akkor egy csomó mindentől meg tudnék itt az inventorimban szabadulni, csak lenne már még egy kő. Oké, ezt dobd el. Oké, jó. Szóval valahol lennie kellene, közben pedig itt már csipog az időzítőm, hogy lejárt a műsoridő, csak az a baj, hogy mindig egy napnak egy bizonyos pontján ment a játék, szóval hogyha... az agyam meg már elsorban. Szóval, itt is van kő. Szóval most akkor lehet, hogy meg kellene várni a következő napot. Nitre van benne. És itt vannak a sziklák, mi az a nitre, ez fogalma nincs, hogy micsoda, de ezeket itt is hagyom, és akkor akár mondjuk ide is letáborozhatnánk egyébként, tekintve azt, hogy mondjuk egy csomó oldalról védve vagyunk, és én még ezt a tudományos gépezetet szeretném látni, hogy ez pontosan hogy is néz ki, és mit csinál. Fú, egy csomó minden cuccot tudunk most így működtetni. Lerombol objektumokat, lerombol tárgyakat tudományos összetevőire. Oké, jó, hát rendben van, és akkor, hogyha ide jövünk, akkor itt tudunk ilyen kajával kapcsolatos dolgokat. Ahan, alapfarm, ahol magokat tudunk termeszteni, magokat tudunk gyorsabban termeszteni, épületeket tudunk építeni, júj, hát igen, innentől kezdve azért már lehetőségeknek eléggé nagy tárháza kínálkozik számunkra, hogy akkor pontosan mit meg hogy tudunk építeni. Jó, hát nem mondom azt, hogy nem szeretném már most véget vetni ennek a résznek, mert véget fogunk vetni ennek a résznek, de viszont most már tudom, hogy erre a térségre kell jönni abban az esetben, hogyha ebből a játékból szeretnétek egy hardcore sorozatot látni, és akkor itt most már végre ezt a tudományos gépet el tudjuk készíteni, és akkor innentől kezdve nekiállhatunk, és akkor a fejlődés útja az mindentől megállíthatatlan, hogy végre megtaláltuk ezeket az alkotó részeket. Eléggé eltartott azért egy ideig, mire találtunk ilyen aranyat, eléggé sok nagy területet be kellett járni, de hát gondolom, ilyen ez a játék. Na, rendben van, akkor még egyszer mondom nektek, hogy amennyiben erről a játékról szeretnétek egy hardcore sorozatot, akkor ez alá írjátok meg kommentben, hogy erről legyen, amennyiben a Salt alá, akkor az alá, amennyiben pedig a Metal Gear alá, akkor pedig az alá írjátok meg komment formájában, hogy ebből melyikből szeretnétek még részt látni, és ahogy mondtam, péntek éjfélig van a határidő, akkor fog lezárulni a szavazás. Rendben van, jobb oldalon felül, akkor így búcsúzásként megtaláljátok a szokásos linkjeinket a feliratkozáshoz, megtaláljátok a linket mondjuk az előző Don Star Wars sorozathoz, megtaláljátok a linket a Don Star Wars sorozatok a lejátszásüléseihez, valamint a további sorozatokhoz is, úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, búcsúzom tőletek, Hullander voltam, sziasztok!